Nostalgia Hit! A mai videóban a 6 gyennyi huájeden navíc nevű játékkal fogunk játszani. Megéri megnézni, higgyétek el! De a főszereplőnk, Vencó, hát a űrből érkezett a történet szerint. És akkor találkozott egy aszteroidával. És ennek köszönhetően lezuhant a Földre. Ő szó szerint megütötte magát, amikor lezuhant a mennyből. És akkor találkozott egy pár nővel, és hát ő úgy történt, hogy mind a lány, összes 7 nő ugyanannak a férfinak a lánya, és mindegyiktől van egy gyereke. És hát a fickó valami nagy fejes, mert... Ó! Túlmentem. Na mindegy, az a lényeg, hogy... hogy... Hát mivel egy férfi vagyunk, ezért nem tudunk mindegyikről gondoskodni, úgyhogy... úgyhogy a mi feladatunk, hogy... találjunk új férjet nekik. Első feladat, hogy ide menjünk. Kell pénz először is. Melyiket kell? Igen. Megyünk ki sok pénz. Bele van ragadva egy bankkártya, ezért tudunk kivenni pénzt. Na, aztán szükségünk van erre a rágóra. Na, és akkor beszéljünk első ölgyeménnyel. Itt hintázik idekint. Beszélnünk kell ilyen általános dolgokról. Aztán a másikról. Mindig figyelni kell rá, hogy mindenről beszéljünk. Na, erre szükségünk lesz egy radírra. Igen, most gyűjtenünk kell dolgokat. Ó, melyik most a városba kell mennünk körbenézni. Menjünk el a paphoz, itt egy bácsi, aki farag valamit, itt a bácsi, elviszem ezt a keresztet. Beszélik a pappal, mert nála még van valami, ami nekem kell. Neki is vannak ilyen zavaros dolgai. És nézzétek, olyan a szekrényébe. El is vittük, és azt hiszem ezt. Hogy miért honnan van ilyen ruhája. És megfordítsa nekünk a keresztet ezután. Egyelőre nem emlékszem, ez is majd fog kelleni később. Nézzük még körbe. A sex shop. Imádom ezt a zenét. A kulcs! Na, ha már itt vagyunk, akkor be is vásárlunk, neki biztos kell ez a ruha. És kaptunk cserébe ilyen szép sálat. Na és vásároljunk be. Ezek közül mindegyik fog kölleni. Vesszük a afrodíziákunk. Ez a furcsa játékszer. És pedig eltartó. Várjunk, és talán neki is lehet még valamit adni. Jó van. Majd meglássuk később. Igen, most ide. Mi van? Kulcs, kulcs, kulcs. Be lehet menni a hátsó szobába. Ah,
megvan a radír, jó jomaikás, na itt vannak papírok. Ezek is kellenek majd később. Itt bentre is. Keresek, és találtunk egy ilyen kötelet. Itt van papír, és toll is talán kell. Az, jaj, tudom, hol lesz az. Az majd később. Na, igen. Igen, 150-ből csináltunk 15 kilót. Na most, hát meg kell találnunk az ideális férfit a szőkeség számára. Mindjárt megtudjátok, hogy ki lesz az. Tony! Édes Tony! Na, fölhívtam a Tonyt, a kocsmárost. Jöjjön ki egy percre a sikátorba, és hát ő el is ment. Addig bemehetünk a konyhába, és beszélhetünk a Szakács bácsival. Beszélünk a ételekről, beszélünk a Szakácsról, mi van a életében, dolgok, a családi dolgok. Én megnézem, hogy hívják. Trampolina. Ó, oh, itt van egy új, amit még nem használtunk. Már visszajött a Tony, most már beindulnak a dolgok. Á, megjelent a doboz! Mi vesszük. Ó, oh, kell hozzá egy csomó minden. Na, itt van a süti hozzá a kórházba. Kell egy bot. De hátra is be lehet menni, nem tudom, hogy... Gyia! Menjünk. Ó, oh, igen, itt a bot. Na, így ez össze lehet rakni. Így. Így. Oh, és van zsinórunk. Ez az kész is. A indiánnal ne törődjetek, majd később jön majd figyelembe. De megyünk a csatornához, kirakjuk a csapdánkot. Na és most megyünk telefonálni. Megint kihívjuk a Tonikot. Különleges barátság van köztük. És ide. Szubós és séfi! Na és vissza kell még most menni, mert a hűtőben ott van egy fagyott nyúl. Na és megyünk, fedezzük ezt a pályát. Hello, trampolina. Megkérjük, hogy emelje fel. Oh, boom. És valahogy így csoda folytán egymásba szeretnek. Hogyan? Látja őt ott fekve, és akkor... És akkor... Oh, ez az igazi, én érzem. Na, a következő... Igen, ő... Jasmina. Trump... Jasmina. Még a főszereplő is emlékszik a nevükre. Bár ez nem is csoda. Na még, ha már itt vagyok a... Ó. Oh.
ennek a csávónak meg adjuk ezt, és kapunk cserébe egy húdit. Na, akkor ezt a csajszit, az itt élő csávóval hozzuk össze. Először átkölyítünk a kutyákon. Erre kellett a nyúlra. Na, és itt bent kell ez. Na, beszélünk a vadőr bácsival. Na, és szükség lenne egy drótra. Ó, az agy is kell. Drót. Hol volt? Ó, hát ahogy tűzolt állomáson. Na, találtunk egy csapdát az erdőbe, azt mutatjuk meg, és akkor elmegy a vadőr bácsi, akkor lehetőségünk van ellopni a felesége képét, és kivel is vagyunk most? Jasminából. Kicseréljük a Jasmina képére. Igye. Yeah. Azt hiszem most kell Jasmina után menni. Igen, igen, igen. Igen, most már csak beszélni kell velük. Hát ez a feleségedem, látod, pont olyan, mint a képen. Ó, hát akkor azt hiszem, így van. Ránézett, meglátta a gyönyörű személyiségét, és egyből beleszeretett. Itt ez nem tudom, mi történt a pitlákkal. Na, ki a következő? A bőrönd. Ó! Ó, hát tényleg. Nem Filoména, Carmina. Beszélünk vele. Milyen ismer... Imádom! Még egyszer. És aztán minden simán visszatér a normál kerékvágásba. Na, neki is egy ideális partnert találunk. Ide bent. Aerobik trénerhez. Beszélgetünk egy kicsit. Akkor most már csak egy kis plusz varázslatra van szükségünk, hogy ez a frígy összejöjjön. Nem is kell beszélnem vele, még én beszélek vele. Á, ez az. Na, és vettünk ki Április cukorkákat. Kell a tolja a toniknak. Most elmentem bele a hátra, de nem lesz az. Na, itt van ez a toll. És megcsiklandozzuk bele ezt a fickót.
és akkor kimegy a Tonyik, elviszik a tollat. Kimegyünk. Addig a utcán. Ide ráírunk, hogy be, na, ma be vagyunk zárva. Ja, igen. Oda is kell ragasztani, erre van a zsuvi. Így, je. Igen, már van egy új beszélgetés. Na, van valami új? Igen. Menjünk egyet edzeni? Ez az. És... Hopci! Elejtettem a cukorkámot. Hirtelen megszomjasztam. Na, megint hívjuk el. Gyere velem edzeni. Ha oké, ha már így mondod, egészen megjött a kedvem. Hello! Na, mi a helyzet? Még mindig a tükörbe méregeti magát. Egy kis press. Felturbózás. És az ég csillagos lett, és elrepült. Ez biztos tartós kapcsolat lesz. Hello, itt a Filoména lakik. Oh, ki van? Nézzünk bele. Itt van a vakfickó. Milyen cuki a fúj. Őt nézte a Filoména. Ah, beszélünk vele, majd összehozzuk. Máink nem itt van. Beszélünk vele. Ilyen cuki mosolyog. Oh, ne! Oh, ne! Szegény! Oh, ne! Csinálunk. Ah, de itt van egy új fickó, majd bele összehozzuk. Na, sörözünk egyet. Aj, Tonyik van cuki a kis tempiláival. Na, és beszélünk a öreg Alkesz fickóval, ami igazából egy orvos. Történik valami. Neki kellett papír. Ha megtaláltunk valami. Bekapcsoljuk a röntgent. Itt vagyok benne. Ja, hogy ezek a nővérek. Aha, Filoména. Ez az meg a papír. Na, Filoménának odaadjuk a papírt. És most már megy. Ez az, beindultak a dolgok. Menjünk a kórházba. És indult a műtét. Ha, igen. Nézzetek oda!
Csontkovács. Ez a doktor egy igazi művész. A csaj valakire emlékeztet, így a műtét után. Nem tudom kire. Hermína. Igen, köbbeszélni vele mindenről. Gyerekek, cigiről. Ide kell jönni a bácsihoz. Nem tudom, mire kellett a borsó, de tessék. Na és kéne nekem faragni valamit. Hogy billeg, amikor beszél, mint egy olyan kis törpe. Motiváció, motiváció. Mi kellett neki? Á, és tényleg a cigi kellett neki. Na ez az. Most már végre kifaragja nekünk azt a fadarabot. Egy cuki elefántra. Na és ide jöttünk a Obihoz. Igen, ez a nőcihez jöttünk. Nézzétek a kis tűzoltó szemet. Majdnem a kislánka. Oh! Ah! Igen, írt, kapott egy szerelmes levelet, és mi kicsit feljavítottuk. Tessék, ott van Isten! Odaadjuk a üzenetet. És íme! És nem itt lesz. Ó, de itt lesz. Várjunk, neki kell ezt adni. Igen, elvette. Ez ide fölrakjuk a ébresztő órát. Evelina. Ahova beszéljünk. A nagymamájára. Megyünk a erdőbe. Na, itt lesz a fal. Megesik. Köszi, kutyus. És ezt oda kell adni neki, biztos fázik. Ó, jaj, és még erdőbe koszos lett a sálja. És adjuk neki ezt, a sálat. Szereti a szép dolgokat. És most odaadjuk ezt. Ezt is megmutatjuk neki. A nőnek tetszik. Már itt is vagyunk. Papírok. Papírok. Rosalino. Beszélünk róla egy kicsit. Milyen pasit képzelem maga mellett. Na és hát ő kiválasztott párja. Ez a fickó lesz. Sajnos nem tud beszélni a állatok miatt. De megvan mindenünk hozzá, hogy feloldjuk. Itt van a nyúlagy. Emberi szív. És az állatok feloldódott. Most kell a kereszt. Neki kell, mert ő valami
Nem keresztény posz, kereszt vagy ilyesmi. Kell egy jel, hogy ő az igazi, és íme. Ja, ő az! A toll hiányzott! A toll! Most már tökéletes! Sikerült! Mindannyiuknak találtunk férjet! Micsoda bulái vannak! Én benne van a pasi a tévében, akikkel beszéltünk. Én jött oda a másik pasi. Szegénynek nem találtunk nőt. Kaptam egy pár pénzt. Na lássuk, kivel mi fog történni. Végre az életét a sörnek szentelhette. Oh. Hát a vadőr sajnos rájött a kis cselünkre. Oh, a trampolinnek jutott el a bácsit. Jaj, ne! Még egy szomorú anime halál. Ah, rájött, hogy Filomena és Jasmina ugyanúgy néz ki. Itt valami baleset történt. Kiderült, hogy a méretek nem passzoltak, ahogy kellett volna. És Rosalina és a indián fickó pedig mély transzba estek. Ennyi volt ma a végigjátszás. Kösz, hogy velem tartottatok. Sziasztok!